A jó design, én azt szoktam mondani, a szubjektív, viszont a jó design általában tetszik az embereknek. Azért szeretem a minimalizmust, mert egyszerűen működik, és nem csak egy bizonyos időszakban működik. Ez a Duna Televízió logó, ami egy csepp motívumot szimbolizál. És hát ugye ennek az a lényeg, hogy ez így megfordítható. Pep magazinnak egy egyszerűsített, letisztult logotípjája. Tehát itt vannak a magazinok, ez egy ilyen az elmúlt 10 év termése. Én csináltam a layoutot a Vantunak. Ez volt az a kizatik szám volt a Pepnek, mert az első ilyen kreatívabb magazin valami volt. Én egy olyan fordulatot szerettem volna, hogy ez legyen egy ilyen popkult magazin, ami nagy rész divattal foglalkozik és zenével. És hát az egy igazán önkifejező magazin volt. Volt egy ilyen választási pont az életemben, ami két diploma után kezdődött, amikor választanom kellett sajnos a zene és a grafika között, és inkább a vizuális vonalat választottam. Volt zenésztársaimnak, azóta is csinálom sorban a lemezborítókat, és ezáltal kicsit a zenében maradtam. Akt fotókat vittem be a számítógépre, átvittem digitális kamerára, ott elkezdtem tekerni, és akkor hogy a zajok így megtörnek, azokat újra lefotoztam képernyőről. Egyébként ezeket vászonra ki is nyomtattam. Sokáig az volt, hogy én egyedül szerettem dolgozni, most egy grafikáról beszélek. Aztán rájöttem, hogy csapatban sokkal főleg úgy, hogyha mindenki máshoz ért, és úgy állunk össze. És az emberben is így van szerintem, hogy olyanokkal legyünk együtt, vagy olyanokkal csináljuk azt, amit szeretünk, akikre kicsit fel is nézünk, meg tetszik az, amit csinálnak. Belekerülhettem én is a Visionary Cloud nevezetű kreatív teambe. Van egy bázis, aki megkapja a felkérést, és megtalálja a megfelelő kreatív szakembereket a lehető legjobb megoldás érdekében. Elkezdhetünk úgy együtt dolgozni, hogy nem vagyunk belekényszerítve egy olyan keretbe, mint például egy hagyományos ügynökségi forma. Valószínűleg ez egy ilyen helyes út, hogy összejövünk, elkezdjük összerakni a saját kreativitásunkat, és új dolgok születhetnek.